Idén 17. alkalommal rendezték meg a Vásártéri Vásárt, amely színes programokat kínált minden korosztály számára. A rendezvény Uramecz János, a Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesületének elnöke köszöntőjével indult, majd dr. Dániel Zoltán Salgó-Tarján alpolgármesterének megnyitó beszédével folytatódott. A gyermekeket kézműves asztal, arcfestés, lufi hajtogatás és ugróvár várta, míg a felnőttek számára a klasszikus társasjátékok kínáltak kikapcsolódást. Az egészségsátorban ingyenes vércukor és vérnyomásmérésre volt lehetőség, de a szervezők egy játékos életmód kvízzel is próbára tették a szórakozni vágyók tudását. A Vásártéri Vásár szervezői egy nagy tágulyással is készültek, amelyet minden korosztály szívesen fogyasztott.